A bátaszékiek otthon már nem használt, de még jó állapotú használati tárgyaival telt meg a helyi piactér szombaton. Nem véletlenül, hiszen a városban első alkalommal szerveztek bolhapiacot, a zsibvására pedig szép számmal érkeztek is önjelölt árusok. Úgy nézett ki a válogatás, de inkább, hogy már ilyen régi cuccok el voltak pakolva a zsákokba, és akkor gondoltam, kihozom őket, és akkor az ilyen jobb állapotú dolgokat hoztam ki inkább. Milyen érzés ez ilyenkor? Én tudom, hogy azért egy nőnek nagyon fontos tárgyak a ruhái. Amúgy én örültem, hogy megszabadultam ezektől a ruháktól, mert tényleg zsákban voltak a spájzban, úgyhogy jó volt, hogy kihozhattam meg, hogy ugye nincsen helypénz, úgyhogy király. A zsibvásár úgy tűnt arra is megfelelő alkalmat kínált, hogy a szorgos helyiek a rokonok már nem használt eszközeit is alaposan átnézzék, hogy aztán egy kis szerencsével pénzé is tegyék azokat. A mamától hoztunk, a nenától, meg tőlünk hoztunk téli, illetve nyári ruhákat, meg ilyen, hát ezeket az öreg porcelán díszeket. Egészen kreatív, otthon készített termékek is keresték az új gazdáikat. Volt, aki igazi, újrahasznosított kézműves portékákat kínált eladásra. Édesanyám 90 éves, és ezzel doppingolja magát. Mik ezek pontosan? Hogy készülnek? Ezek újrahasznosított anyagok, ezek különböző zsákokból van, mindenféle műanyagból. Például az a kis táska, az palenkából, belenkázacskókból. Járnak egyébként máshova is zsibvásárokra? Nem, most csak úgy, hogy ez az alkalom adódott, így gondoltuk, hogy hát ha anyukámat egy kicsit lelkesíteni tudjuk, hogy eljövünk a piacra vele. Vevők is szép számmal érkeztek az első bátaszéki bolha piacra. Nem volt könnyű dolguk az eladóknak, ugyanis többen közülük rutinos vásárbajároknak számítanak, így aztán az alkudozás sem ma kezdték. Mi Mórahalomra járunk. Végül is. De Szegeden voltunk, Dorozsmán voltunk, ott is ugyanígy vásárokban. És mi az, amit ilyenkor keresnek? Ilyenkor az ember célzottan keres, vagy meglát valamit, hogy néz? Mi csak elmegyünk nézelődni, és hogyha olyan valami megtetszik, akkor megvesszük. Itt a táska is. Csak véletlenül. Most ezt a táskát véletlenül megláttam, és akkor ez nagyon megtetszett, és megvettem. Akkor ez már itteni szerzemény. Itteni szerzemény, az első szerzemény. Igen. A legtöbben most megunt ruhaneműket próbáltak eladni, voltak viszont, akik ragaszkodtak az igazi zsibvásáros standhoz, és nem voltak restek autóra szerelhető vadrácsot, régi írógépet vagy éppen gyerekjátékokat kínálni. Főleg bútorokat, és akkor olyan termékek, amiféle ezek a tökök, amiket termesztettem, de főleg a bútor, úgyhogy ezek. De honnan gyűlnek ilyenkor össze? Honnan? Családba el lett adva egy-két ingatlan, és akkor így megmaradtak dolgok. Jár egyébként máshova is, gondolom. Nem megy. És mit szól ahhoz, hogy Bátaszéken van egy ilyen lehetőség? Megpróbáljuk, lehet, ha jó lesz. Ha nem is tudok semmit eladni, legalább tudják, hogy hol lehet esetleg találni ilyesmi. Bátaszéken most először volt lehetőségük a helyieknek arról, hogy zsibvásár keretében adják tovább a számukra már kevésbé értékes vagy éppen hasznos tárgyaikat. Az ötlet a város más rendezvényeinek szervezéséért is felelős Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársaitól származott. A Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársainak a fejéből pattant ki ez a dolog és a lehetőség vagy elképzelés, hogy miért nem csinálunk egy zsibvásárt, amelyiknek az a lényege, hogy a bátaszékieknél otthon fölhalmozódott használt holmikat, legyen az gyermekruha, bármilyen használati cikk, dísztárgy, műszaki áru, vagy akár dísznövény, kihozhassák és egy ilyen zsibvásár keretén belül mondjuk árulhassák. Az az igazság, egy kicsikét a szervezésnél tartottam attól, hogy mindenféle engedélyt be kell szerezni, de miután megérdeklődtük az önkormányzatnál, illetve a NAV-nál, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy ez a zsibvásár vagy bolhapiac létrejöhessen, és mondták, hogy tulajdonképpen semmit, akkor megnyugodtunk és újult erővel vágtunk bele a szervezésbe, és hatalmas érdeklődés fogadta. Az elmúlt hetekben is többen telefonáltak, hogy akkor jöhetnek-e és milyen feltételekkel. Tulajdonképpen túl sok feltétel nem volt, csak annyit kértünk tőlük, hogy a saját holmiaikat, a használt dolgaikat hozzák ki, hát ha mondjuk gazdára lel, vagy új gazdát talál. A város vezetése első hallásra a zsibvásár ötlete mellé állt, így támogatva az újszerű és hasznos kezdeményezést. A szervezők Csötönyi Lacék találták ki, hogy jó lenne egy olyan közösségi rendezvényt létrehozni, ami amellett, hogy egy közösségi élményt ad, egy kicsit hasznos is, hiszen az a zsibvásár pont arra jó, hogy mindenki otthon egy kicsit átnézze a háztartásában lévő olyan holmikat, eszközöket, amelyek még kimondottan jó állapotban vannak, használni lehet,
csak hát mondjuk éppenséggel a családban már nem használható, kinőtték, vagy bármilyen szempontból funkciót vesztette. És úgy gondolom, egy ilyen rendezvény tényleg ezt a két cél tudja szolgálni. Kicsit hasznos, Isten közben meg el lehet kicsit beszélgetni, ismerősökkel találkozni. Kettő az egyben rendezvény, ha azt lehet mondani. Mi abban a pillanatban, hogy a Laci ezt felvetett, hogy szeretné megszervezni, de mondtuk, hogy ez egy igen jó kezdeményezés, hiszen Bátaszéken még erre nem volt példa, és hát remélem, hogy a bátaszékiek szeretni fogják, és ebből hagyományt tudunk. Mondjuk évente két alkalom, egy ilyen tavaszi-őszi időpontban itt megtartani majd Bátaszéken. A bátaszékieknek kora estig volt lehetőségük arra, hogy vegyenek és eladjanak otthon már nem használt, vagy éppen otthonról hiányzó használt termékeket.